mozgás maga egy nagyon jó dolog, mert szeretem csinálni. Szeretek úszni, szeretem magát, ezt a mozgásfajtát. Én régen például nagyon izgulós voltam. Mindig izgultam verseny előtt, hogy vittem magammal a Rubik kockát. És akkor az megnyugtatott. Szombaton reggel 7-től edzés van. Tanulok utána, meg ha van időm, akkor segítek anyáiknak, és elmegyek biciklizek. Szeretem a lovakat, és tanulgatok lovagolni. Olyan nyugtató. Nincs olyan messze a várostól, de nem hallatszik a városzal. Hogyan jött az életedbe ez az úszás? Hogyan kezdtél el úszni? Úgy kezdődött az egész, hogy luttalpas voltam, és akkor mamám beíratott úszni. Így Gabi bácsihoz, és ő megtanította nekem az alapokat. Utána jónak látták a mozgásomat, és hogy tehetséges lehetek benne, és átíratott Viktor bácsihoz. Hány éves voltál ekkor, mikor beiratkoztál? 5,5 éves voltam. Viktor bácsi az a tehetséges, A-kategóriás úszókat edzi, és így mi erősebb edzést kapunk, mint a többiek, mint a B-kategóriás. Mit jelent ez az erősebb edzés? Hogy hosszabbat és több edzést kapunk egy héten, mint ők. Na, akkor például egy olyan hetedet meséld el, amikor mondjuk iskola is van, és edzésre kell járni, hogy megtudjuk azt, hogy egy A-kategóriás edzés az mit jelent? A hétfővel úgy kezdődik, hogy reggeli edzés nincsen, és iskola után egy 5 perccel hamarabb kikérezkedek óráról, ha tudok, és megyek ebédelni, és 2-re jövök. Kedden meg csütörtökön már másabb, mert reggel edzéssel kezdünk, 6-ra jövünk, és 5:50-re már még bemelegítünk, és 7:30-ig úszunk. Hogyan lehet ezt bírni, ezt a sok edzést? Vannak külön ilyen izotóniás italok is, emellett még kell tartani szárazföldi edzéseket. És Ábel, azt mondd el nekem, hogy mi a jó abban, hogy te úszol? A mozgás maga egy nagyon jó dolog, mert szeretem csinálni. Szeretek úszni, szeretem magát, ezt a mozgásfajtát. Sok verseny eredményt magad mögött tudhatsz. Mire vagy a legbüszkébb? A legbüszkébb az a legelső magyar bajnoki címem volt, amit 100 pillangón szereztem Győrben 2018-ban. El tudnád mesélni, hogy milyen volt az a döntő? Elrajtoltunk, én voltam középen, akkor is a legjobb idővel voltam bent. Az elején nem a legjobb voltam, mert 50-en még előrébb fordultak. Másodikként fordultam egy másodperccel, de az utolsó 25-ön már sikerült behozni. Akkor mondhatjuk, hogy ez egy nagyon szoros verseny volt? Szoros volt, de nem olyan szoros, mint a tavalyi, mert akkor csak 1/100-addal nyertem meg. Milyen volt, mikor megtudtad, hogy te nyertél? Büszke voltam magamra nagyon. Örültem, hogy sikerült legyőzni az ellenfelemet, aki ott volt egész végig előttem. Hosszú ideig nem voltak úszóedzések. Hogy lehetett ezt kibírni? Szárazföldi edzéssel. Minden nap, minden héten küldték, voltak felmérések, és úgy valamennyire tudtuk így kompenzálni. Igen. Na de azért a szárazföldi edzés mégsem helyettesítheti a bedencét, a vizet. Igen, hát vízben nem tudtunk edzeni sajnos. Még vízhez se tudtam jönni, mert zárva volt az uszoda, de kibírtam. Ez az úszás majd a későbbi életedben hogyan lesz jelen? Tehát mennyire tartod komolynak azt, hogy te úszol, úszó vagy? Válogatott úszó?
Még egy darabig biztos szeretném csinálni. Egyelőre még úgy látom, hogy van esélyem így nagyobb eredményekre is, de nem szeretném így előre elbízni magam. Na most akkor mindjárt be fogod mutatni nekünk a pillangó úsztást. Előtte azt meséld el, kérlek, hogy mire kell figyelni ennél az úszásfajtánál? Ennél is nagyon fontos a mozgás, hogy a felső testünket, a kezünket úgy tudjuk korrigálni, hogy előre menjen a kéz, amikor csapunk, ne oldalra, a kezünk befele legyen fordítva, nekifele, hogy a fogás jobb legyen, a lábunk ne legyen szétnyílva, mikor csapunk. Könnyű volt ezt megtanulnod? Könnyű volt, igen, viszonylag könnyű, de azért hibák voltak. A lábam az mindig szétnyílt, és igen? Úgy csaptam. De most már ez megy. Igen, nem nyílt most már szét. Megy. És miért pont a pillangóúszást választottad? Az elején könnyű volt elsajátítani, és így már könnyen megtanultam, és hamar lettem tehetséges benne. És a többivel hogy állsz? A többiből kezdek felfele jönni, még a mell volt eddig, ami így jobb volt, de most úgy érzem, hogy kezdek gyorsba is felfele jönni. Ábel honnan, hova fejlődött? Ábel nagyon szépen indult a kis ranglétrán, tehát megtanult úszni, gyönyörű szép technikát sajátított el, alázatosan dolgozott, soha nem volt vele probléma, hogy most úszni kell jönni, vagy abba hagyni, vagy tanulni, tehát mindig tudta hova tenni a dolgait, és szépen, ahogy fejlődött, mind a négy úszásnemet tanítottuk neki, és egyszer csak odalépett hozzám, hogy emlékszem, még nem volt 10 éves, és megkért rá edzés végén, hogy ő szeretne úszni egy 200 méter pillangót időre. Most aki úszott, de aki nem is úszott, az is tudja, hogy a 200 méter pillangó az egyik legmegerőltetőbb úszás az úszásfajták között, pláne a 200 méter. És nem is vettem komolyan, tehát odaadtam a stoppert az egyik gyereknek, mondom, mérjétek le a kis Ábikát, majd mondjátok el, mennyit úszott. És akkor leúzták, visszajöttek hozzám, és akkor mondják, hogy Ábel 3 percet úszott 200 méter pillangón. Most a nézőknek ez nem mond sok minden, de az egy iszonyatosan erős idő, és egyből felcsillant a szemem, hogy nagyobb hangsúlyt lehetne ráfektetni. Ettől függetlenül nem pillangózott sokat, tehát nem úszott sokat ebbe a versenyszámba, de ahogy Ábelt is ismerve, ezt Ábel választotta ki, tehát minden edzőnek van egy sémája, amit vezet az edzései alapján, minden gyerekre próbálja ezt a sémát, ezt a tervet végigvinni a felkészítése során, és Ábelnél ez nem működik. Tehát Ábel egy nagyon különleges személyiség. Meg kellett tanulnom foglalkozni Ábellel, mert... De miért? Ő miben másabb? Van egy olyan kisugárzása a gyereknek, egy olyan személyisége van, ami nem olyan, mint egy úgymond átlagos gyerek, a mai modern átlagos gyerek, és el kellett fogadnom azt, hogy ő irányít tulajdonképpen. Rengeteg versenyszám van az úszásban, rengeteg táv, és egy edző akkor boldog, ha minden távba be tudja nevezni, itt is versenyzel, ott is szépen felépíti, hogy mit szeretne vele elérni, miben fejlődjön, és ezeket nekem rendre így megszegte tulajdonképpen, és azokból, amit ő elraktározott a kis agyában, hogy ez neki fekszik, ez neki jól megy, arra iszonyatosan nagy hangsúlyt fektetett, ez volt például a pillangóúszás. Ezt ő választotta tulajdonképpen, ő kérte, nem tudom hány gyerek kéri az országban, hogy úszon 200 vegyest, ő ezt kérte közel 10 évesen, és azóta én csak sodródok vele, engedem tulajdonképpen, már kiismertem teljesen, tehát már elfogadom Ábelt olyannak, amilyen. De egyébként szerintem ő ezt otthonról hozta. Ez abszolút érződik rajta, hogy egy feszültségmentes légkörben nőtt fel, és abszolút nem bírja, hogyha ha feszültség alá teszem őt, vagy feszültségre kényszerítem, nem működik. Ezt el kellett fogadnom, és például én 200-400 vegyesekbe gondoltam, hogy kimagasló lesz, tehát vegyes úszónak készítettem. Soha nem gondoltam, hogy a pillangó lesz az, amit ő elsajátít, de amilyen magas színvonalon ő ezt megtanulta, ahogy látta, ahogy megrögzült benne ez az egész, ezt majd, hogy nem csiszolni se csiszolom.
Tehát most ez viccesnek hangzik, de nem nyúlok, nem merek belenyúlni. Olyan pillangó úszásra van, ami magasan a korosztálya felett van, technikában is, meg tudásban is. Szép V-alak van, csepp alak, nagyon gyönyörű széles vála van, tiszta izom. Tipikus úszóalkat? Ábel igen. És nagyon könnyű csontozatú. Méretileg is? Igen, még igen. Milyen eredményeket köszönhet mind az Egyesület, mind te, valamint Ábel is saját magának? Hát azon kívül, hogy nyert már vagy 4-5 bajnoki, magyar bajnoki érmet, azon kívül bekerült most már ebbe a régió válogatottba, amit irányít a Magyar Úszó Szövetség, tehát minden hónapban egyszer összehívják őket, ez 30 gyerek azt hiszem, és felügyelik őket, tehát irányítják, előadásokat tartanak nekik, közös edzéseket tartunk nekik, és figyelemmel kísérik a fejlődésüket. Például olyan nyerte Csoba Adrián után, ő lett a második olyan úszónk az Egyesületbe, aki nem megyei szinten, hanem országos szinten elnyerte a Magyarország jótanuló, jó sportolói díját. Volt-e olyan pillanat, ami fejtörést okozott számodra, akár edzésen, versenyen, tehát amikor neked is gondolkozni kellett, hogy hoppá, most akkor nehogy kudarcot valljak vele szemben? A legfontosabb dolog az volt, hogy ne veszítsük el ezt a gyereket. Most ha el tudom vinni egy versenyre, és én tudom szakmailag, mint edző, hogy ez a gyerek képes 4 aranyérmet nyerni egy nap, de nem fog nekem 4 aranyérmet nyerni, mert nem fog, csak egyet fog nyerni, amit ő akar. Ezt elfogadni edzőként nagyon nehéz. Ábel, amit eltervez, az úgy lesz, ahogy ő akarja, és én akármit csinálok, abban nem tudok beleszólni. Itt az úszótáborban is együtt vagytok. Na és mit szoktatok együtt csinálni? Focizunk általában, Rubik kockázunk, meg beszélgetünk itt többet. Mit tudsz elmondani Áberről? Milyen diák ő? Hát nagyon jó diák, kitűnő is, hát legjobb barát is. Hát ennyi. Miért a legjobb barátod? Mert ő meghallgat meg. El is jön, ahova meghívom, meg nem olyan, mint a többi. Van-e olyan nektek, hogyha így visszatudtok emlékezni, amit Ábeltől tanultatok? Hát, hogy ő visszafogott, hogyha mérges is például, és igazából szerintem ez az, ami ilyen fontos, ami lehetne a példamutatás nekem. Na, hát a tanulásban, hogy mondta, hogy mindig figyeljek órán, hogy meg tanuljak is sokat, de azért tanulok, és ennyi. Akkor Ábel, te tudod motiválni a barátaidat. Ez milyen érzés volt visszahallani ezeket? Jó érzés így hallani, hogy egyáltalán megjegyzik, amit mondok. És te hogyan látod a barátaidat? Szerintem nagyon jó barátok, jó emberek is, Huba is és Máté is. Mi az, ami az úszótáborban eddig nektek a legjobban tetszett? Van olyan program? A focizás. A közös focizás Viktor bácsival. Na, de egy úszótáborban a focizás volt az egyik legjobb. Nektek? Hát nekem is nagyon tetszett a focizás, de eddig legjobban, amikor strandoltunk. Hát nekem, amikor fent maradtunk sokáig, és tudtunk beszélgetni. Edzőtáborban hiába vagytok fent sokáig, bírni kell másnap ugye az edzést. Bírjátok az úszótáborban ezt az edzést? Igen, bírjuk. Van, amikor kicsit nehezebben megy, de utána beleállunk így. Megszokjuk a vizet és mindent. Milyen, amikor versenyhelyzetben vagytok? Tehát itt az úszodában, gondolom, edzések alkalmával szoktatok találkozni. Neveled ugye még az iskolában, mármint hogy osztálytársad is. De mondjuk, ha van egy versenyhelyzet, elmentek, tegyük fel, nem Nyírbátorban, hanem máshol vagytok. Milyen akkor a hangulat? Szoktuk egymást biztatni. Én régen például nagyon izgulós voltam. Mindig izgultam verseny előtt. És ezt hogy küzdötted le? Úgy, hogy vittem magammal a Rubik kockát. És akkor az megnyugtatott. Ez is milyen érdekes. És ide a táborba hoztad? Igen, hoztam. Amikor Ábel ilyen gyönyörű szép eredményt ért el ugye a pillangó úszásban, és mit gondoltatok erről a teljesítményéről Ábelnek?
Hát ő a szokásos nyújtotta, mert hát ő naponta jár úszni, és mindig jól teljesít az úszásokon. Nem sokára úszni fogsz. Mit vársz ettől a versenytől? Mit vársz önmagadtól? Azt várom, hogy Viktor bácsi jobb időkkel nevezett, mint amik van nekem, és hogy azt meg tudjam csinálni. Milyen távokra neveztél? 100 méter gyorsban, 50 méter mell, 50 hát, 100 vegyes és 200 gyors. Hogy gondolod, sikerült a felkészülés? Szerintem elég jól sikerült, hát meglátjuk, hogy most hogy lesz. Izgulsz azért? Egy kicsit. Mit tudsz elmondani, milyen egy versenynek a hangulata? Attól függ, hogy izgulok vagy nem. Mert hogyha nagyon izgulok, akkor nem a legjobb. Csak azon megy el, hogy meg lesz, nem lesz, meg kell nyerni, nem. Szeretsz amúgy itthon versenyezni ebben az uszodában? Már ritkábban szoktunk itt versenyezni, de szeretek, igen. Milyen volt amúgy kibírni ezt az időszakot versenyek nélkül? Hát az volt a jó, hogy edzésen csináltuk a sprinteket, 25, 50, 100, és akkor így lemértük, hogy mennyit tudunk. Na akkor Ábel, figyelünk téged, és szurkolunk neked nagyon. Hogyan telik egy hétvégéd? Azért neked be van táblázva a hétköznapod rendesen? Szombaton reggel 7-től edzés van, olyan 6-5-50 körül kell kelni. 7-től edzés van 9-ig, utána 9:30-től van szárazföldi edzés, körülbelül 10-11. Te akkor tulajdonképpen egy nap a hétvégéd, a vasárnap? Ha mondhatom úgy, akkor igen, mert a szombatot azt annyira nem is szeretem, mert a délelőtt az elmegy, és délután meg általában tanulok, utána meg ha van időm, akkor segítek anyáiknak, és elmegyek biciklizni. Ilyen sűrű időbeosztás mellett hogyan jut idő bicajozni? Általában hétvégén szoktam elmenni, szombat, vasárnap, de szerda délután, mert akkor van időm, mert nincsen edzés. És milyen távokat szoktál megtenni, vagy szoktad-e mérni, hogy mondjuk mai nap kitűzött cél 5 kilométer, vagy csak úgy 4? Csak úgy szoktam menni, vagy az erdőbe, vagy bicikliútnak. Ilyen sok edzés mellett, mert ugye egy héten hány edzésed is van, mennyi edzés? 11. 11. És hogy lehet jól teljesíteni az iskolában? Mert én rólad azt tudom, hogy te igenis ott helytállsz, jól helytállsz. Hát órán sokat kell figyelnem, meg tanulni kell hozzá sokat. Van egy nagyon szép díjad, ez mi és mikor kaptad? A jó tanuló, jó sportoló díjat az Emberi Erőforrások Miniszterétől kaptam. Kitűnő tanuló vagy, ugye? Igen. Fontos számodra? Igen, fontosnak tartom. Van-e kedvenc tantárgyad? A testnevelés, az informatika és matematika. Hogyan jött az ötlet, hogy Ábel elkezdjen úszni? Mint minden gyereknél, hogy először tanuljon meg úszni. Igazából anyósomnak köszönhetjük, mert hogy az unokatestvére már egész jól úszott, és akkor gondolta, hogy beíratja, úgyhogy meglepett minket, és ő íratta be úszásoktatásra. Gondoltátok volna akkor, hogy Ábel idáig el fog jutni? Semmit nem tudunk ilyenkor ebben a korban még, mert úgy voltunk vele, hogy az alapokat tanulja meg az úszásban, és a versenyek adták erre meg igazából a választ, amikor az eredményeket hozta, hogy helye van a sportban, az úszósportban. Napi rendszerességgel most már többször is van úszása.
Ezt nagyon sok segítséggel, nagymamai, szülő, nagyszülői segítséggel tudjuk megoldani, de eddig még sikerül. Illetve hát mi is kivesszük ugyanúgy a részünket. És milyen volt az, amikor már Ábel arra a szintre jutott, hogy neki reggel nagyon korán kellett kelni, mert már eljárt azokra az edzésekre, amik szinte hajnalban voltak? Először nagyon zokul esett, neki is, nekünk is, hiszen fel kell kelni elég korán, őt elvinni, utána pedig mindig valamelyik nagymama tudja elvinni iskolába. Minden versenyre elkíséritek? Ha az időnk engedi, akkor természetesen. Programtervezetet mindig úgy alakítjuk, hogy Ábelnek a versenyein ott legyünk. Mit gondoltok, hogy olyankor jobban izgultok egy verseny alatt, mint Ábel? Hát én úgy gondolom, hogy igen. Tehát Ábel tudja a napi folyamatot a versenynapon, ő neki megvan a kis terve arra, az edzője profi ebben, hogy segítse. Viszont mi szülők nagyon sokat izgulunk, amit nem biztos, hogy mutatunk neki, de belül nagyon nehéz átélni azokat a helyzeteket, amit nem tudunk szavakba önteni. Itt vagyunk ugye egy vasúti átjárónál, Nyírbátor és Nyírbogát között. Mi a különlegesség ennek a helyszínnek? Hogyan kapcsolódsz te egyáltalán a vasúthoz? Ez az egész már kiskoromban indult. Nem tudom, hogy, de nagyon megszerettem a vonatokat. Arra tisztán emlékszem, hogy nagyon sokat jártunk ki Bátorba is, meg inkább ide Bogátra az állomásra. És jött a vonat, te pedig integettél? Vagy igen. Felszálltál rá? Nem, felszállni nem szálltam, de mindig integettünk. Arra emlékszem, hogy kiskoromban mindig mozdonyvezető szerettem volna lenni. Ezt az ötletet még mindig nem vetettem el. Most, hogy már ugye nagyobb lettél, megmaradt ez a szeretet a vasút iránt. Van kedvenc vonatod? Van az M41-es, ami itt szokott járni, a piros, de egyébként meg villanymozdonyból, meg a 1047-es Taurus. Ilyenkor lefotózod őket, vagy csak nézed őket? Mit szoktál csinálni? Leszoktam fotózni. Van egy terepasztalom, és azon van a sok vonat. Jelenleg egy, hát nem olyan kicsi pálya van rajta, azon most vannak a vonatok, de most épülőben van a terepasztalom, hogy most csináljuk. Jártál-e már olyan helyen, ami nagyon emlékezetes volt számodra? Állomásra ki szoktam járni természetesen. Még mindig ide Nyírbogátra szoktam, de néha ki szoktam menni Bátorba is, mert jártam Bécsben is. Akkor mentünk hazafele anyával Ausztriából, mert hogy kimentünk nyaralni, és mentünk hazafele vonattal. Az egy Railjet vonat. Az tényleg szuper, hát az gyorsan megy. Igen, elég gyorsan mentünk. Szentpölten és Bécs között mentünk 230 km/h-val. Sajnos itt Magyarországon nem lehet menni, csak 160-nal. Milyen vasútállomásokon jártál még? Itt Magyarországon akár? Jártam már Kaposváron, Budapesten a nyugatiba és a keletibe, és Miskolcon a Tiszai pályaudvaron, Győrbe jártam. Valamilyen szinten a fogadhajtás is a családotokban egy fő sportnak számít. Ugyanígy vagyok a lovakkal, mint ahogy Ábel a mozdonnyal, hogy nekem ez a hobbim volt. Tehát a hobbim volt, és az iskolai tanulmányaim után munkahelyemmé vált a lovazás. Tehát fogadhajtóként kezdtem, mai napig azt csinálom, nem is hiszem, hogy mást is akarnék. Itt vagyunk a Patatanyán. Kötődsz ehhez a helyhez? Kötődök, igen. És miért? Mert szeretem a lovakat, és tanulgatok lovagolni. És honnan jön ez, hogy te mondjuk megtanuljál lovagolni? Apa ott van a
fogasportban. Magától értetődő volt, hogy te is kipróbáld a lovaglást, megtanulj egyáltalán lovagolni? Eddig annyira nem volt bennem, hogy szeretnék, de most egy éve körülbelül már kezdett így jönni, hogy szeretnék. Amikor eljössz ide, akkor miért jó itt lenni? Mert olyan nyugtató. Nincs olyan messze a várostól, de nem hallatszik a város zaja. Igen. Egy nyugodt környezetben vagy, és hát ugye a lovakkal. Itt áll mellettünk, hogy hívják, mi a neve? Ő Korall. Korall. És vele szoktál lovagolni? Vagy rajta szoktál? Általában dobbantott rajta szoktam, is. De szoktam Sárival is. Összeszoktál már vele? Hogy látod, hogy érzed? Már félig, meddig igen. Na és van-e terved ezzel a lovaglással kapcsolatban? Elsősorban szeretnék megtanulni így futószál nélkül lovagolni így, hogy legalább tudjak valamennyire lovagolni. Akkor még most kezdted el a lovaglást nemrég, viszont hogy lehet az, hogy belefér az idejébe egy válogatott úszónak? Még ez is? Ott van a hétvége, akkor csak délelőtt van edzés, szombaton, vasárnap nincs, de ha úgy van, akkor szerda a délután, ne csak reggeli edzés van. Kiskoromban is így futószáron mentem, mert apa az ott volt a fedeles lovardán, és meg itt is voltam, és akkor volt úgy, hogy apáik felültettek a lóra. Megérkezek, ha nem vagyok átöltözve, akkor átöltözök, előkészítjük a lovat. Ez mit jelent, hogy előkészítitek? Lecsutakoljuk, sörényét, farkát kifésüljük, meg a patájából a koszt. És ezt szereted csinálni? Szeretem. Ha mindez megvan, utána pedig? Felülök a lóra. Mindig úgy szoktuk csinálni, hogy ismételjük azt, amit már tudunk, és kicsit teszünk hozzá. Értem. Szóval akkor egy fejlődési folyamatnak mindig valamilyen eleme az, amit éppen az adott órán te elsajátítasz. Ábel, hogyha lenne három kívánságod, így a jövőt tekintve, akkor mi lenne az, amit el szeretnél érni? Kiskoromban azt szerettem volna, hogy világbajnok legyek. De erre akár jó esély is lehet? Lehet, de nem biztos semmi se. Azért ne tegyük ezt így, mert azért lehet. Nyírbogáton élsz, viszont erős kötődésed van Nyírbátorhoz is. Hogyan látod Nyírbátort? Mit jelent számodra? Olyan, mint egy második otthon. Mamáék is itt laknak, iskolába is ide járok, meg nagyon sok dolgot itt csinálok. Azt szeretném, hogyha egy színt választanál. Jó? Akkor ezt választottam. Ehhez pedig tartozik egy kék boríték, és ezt odaadom neked, és nézd meg, mi van benne. Győzelem. Mit gondolsz erről? Azt gondolom, hogy már, ha mondhatom úgy, akkor félig győztes vagyok, mert már magyar bajnok is vagyok korosztályomba. És ezt úgy érzem, hogy egy elismerés számomra. Így van. Én kívánom azt, Ábel, hogy minél több győzelemben legyen részed, és érd el azt, amit szeretnél. Sosem lehet tudni. Köszönöm, hogy szerepeltél a műsorban. Adj egy pacsit is. Viktor bácsi szabályai szerint játszunk, azt nem nagyon szeretném elmondani, mert megkért rá. Meg hát, ez micsoda, darázs vagy mi ez? Korall. Mi csak itt van?
Hol? Ne kapott el. Jó. Már ne kapott el. Szegényként. Kolár vissza.